Jó reggelt! Jó hideg van! És mekkora a forgalom? Persze senki nem foglalkozik azzal, hogy a boltok polcain még nincs kint a szaloncukor, és nem szól a karácsonyi zene, pedig már október 4-e van. Szeretettel köszöntelek a műsorban. Én ebben az épületben születtem, itt a mögöttünk lévő úgynevezett régi szülészeten, itt a Művész utca és a Köteles utca sarkán, tehát kötelességem volt szinte művész lenni, vagy valami olyasmi. Ugyanakkor köszöntöm az állatokat a mai nap alkalmából, hiszen ma van az Állatok Világnapja. Nem tudtad? Szerintem ők se tudták. És a galambokat kiemelten, és az emberek közül pedig Ferenc nevű barátaimat, hiszen ők is ma névnapjukat ünneplik, mert hogy ma van Assisi. És ezzel az Assisivel vezettem be a témámat, hiszen mindenki hisz valamit, valamiben menedéket vesz, valamire mérget vesz, és ezek a mi kis hitrendszereink. Nyilván nem az örökölt hitrendszerről akarok itt beszélni, hanem a kollektív minket érintő általános hitrendszerekről, a politikai meggyőződésből alakult hitrendszer, tudományos meggyőződésből alakult hitrendszerről. Az a rengeteg információ, ami körülvesz minket és hatással van ránk, ami jó, ezt akartuk ugye mindannyian. Én ugye a 20. században születtem, akkor még nem volt ennyi. És valahogy egyszerűbb volt tájékozódni könyvekből. Ma a digitális világban, tehát hogyha elkezdesz keresni egy információt, rögtön följön három másik, és ez szinte lehetőséget teremt arra, hogy ez jó legyen, és ez innovatív legyen, ugyanakkor meg is tévesz. Tehát, hogy minél több az információ, annál nagyobb ugyanakkor a zavar is a mai világunkban, ugyanúgy az egészségügyben is, hogy egyre több diagnosztikai eszközünk van, mégis egyre több a beteg, és egyre nagyobb a paradoxon alakult ki ebben a helyzetben. És természetesen minden a képen keresztül a digitális világban értelmeződik, úgyhogy bármit mondok, az majd föl lesz használva ellenem a bíróságon. Igyekszem tehát lényegre törően, igen, tehát nagyon jó a mai világ, de vegyük észre, hogy ez mi benne a létrehozott, a fabrikát, a kondicionált, az előre megtervezett, és ez bármilyen jót tud hozni, tulajdonképpen van egy árnyoldala is. Tehát, hogy az ember ma az Isten protézis szindrómájával él, ahogy Freud mondta, és sajnos kiszolgáltatjuk magunkat ezeknek a külső keresőeszközöknek, telefonunknak, és lassan ő végzi el helyettünk a dolgunkat. Szóval, hogy ez egyszerre ijesztő tud lenni ebben a korban élni, de térjünk vissza ahhoz, ami nem fabrikált, nem megtervezett, nem kondicionált, hanem természetes, és a saját természetes állapotunkban próbáljunk meg jól lenni. Ezt kívánom magamnak, nektek, kedves testvéreim és a kedves nézőbarátainknak. Sok sikert kívánok az elvégzendő gyakorlathoz.